Ha téged is érdekel a fény és látványtechnika, akkor látogass el erre a weboldalra. Megtalálsz mindent, ami kellhet ahhoz, hogy elérd a kívánt látványt. Spot, beam, bosch, par, és még sorolhatnám, mennyi típusú lámpa kapható itt. Vannak komplett szettek is. Ha esetleg lézert és hozzávaló füstgépet keresel, azt is megtalálod a kínálatban, de akár akus parlámpákat is tudsz venni. Az itt megvásárolt termékekre egy év garanciát ad az áruház, és van telefonos support is, ha esetleg elakadnál a beüzemelésben. A videót a fénytechnikashop.hu támogatta. Na helló, srácok! Első kör idén. Bár még csak 10 fok van. De megyünk egy kis kört, szétnézünk, hogy mi a helyzet a természetben. Bár még mindenütt biztos, hogy rohadt nagy sár van. És nem szívesen vinném a motor a sárba. Valaki itt is minap, hogy legyen már Simpsonos videó. Mondtam neki, hogy télen nem szívesen viszem ki a gépet. Aztán írt, hogy de hát már nincsen tél. Hát ja, tavasz van. De azért nem szívesen hozom ki, amikor nyírkos, nedves idő van még, mert ezek a gépek rohadt könnyen berozsdásodnak már is. Ugye itt van egy csomó króma alkatrész, ami nem igazán mutat jól, hogyha már rozsdás. És még az a faszlengető meleg, hogy őszinte legyek. Motoroztam már jobb időben is. Nem baj, egy kis kört megyünk. Mert azért már nekem is, na, már mennék vele. Hát ez itt még nagyon úgy néz ki, hogy itt hatalmas sár van. Jó van, itt a szélén úgy látom, hogy el lehet menni. Legalábbis itt. Aztán odébb már nem lesz olyan rossz, mert nagyobb a hely. Meg igazából most pár napja már nem is esett az eső. Úgyhogy nem kéne olyan hatalmas nagy sárnak lennie. Nincs még olyan jól elsimulva az út. Dik. Hát ti. Miféle jó szájok ezek. Kacsa vagy lúd, vagy mi az Isten fasza? Lúd a kezed! Most megint majd újra meg kell ismerni a járást, ugye, mert minden évben megvannak a nyomok, hogy hol lehet menni, ahogy éppen a járművek ugye kitúrták az utat. És akkor ezt egy idő után úgy ismered, hogy már egy lavírozó közte. Hát most látom, itt is újra le lett grédelelve az út. Majd megint rá kell érezni.
Jaj, de jó esik. Ha itt már romlik az útminőség. Hogy vagyunk? 4:45 van. És... március 17-e. Sapka azért nem rossz. Szoktak méheket tartani nyáron. Ja, hát nem a legjobb még az útminőség. De legalább nincsen sár, és ez egy hatalmas pozitívum, mert azt egyszerűen utálom, mikor sárba megy a motor. Hát amíg megvolt a DT-m, azzal szerettem a sárba menni. De az más kategória volt, mint ez a Simpson. Igazából ezeket a Simpsonokat már ki se szabadna hozni, olyan kategória, hogy csak megy tönkre, utána venni kell a utángyártott alkatrészt, ami egy kalapszar. Még a legjobb minőségű utángyártott alkatrész is negyed olyan minőségű, mint a gyári. Tehát például gyáriban hol veszel már például váltótengelyt, vagy ilyesmit, tehát sehol nem tudsz már szerezni. És ott például, ahol kikopnak a golyók, oda kéne egy új tengely, de hát nem tudsz már csak utángyártottba venni. Na ez itt tavaly végig olyan fasza sima volt, hogy lehetett menni autóval is 100-zal. Úgy látszik, ez már a múlté. Mert hogy most meg ez az út szokott tett ilyen rettenetesen szar. Még nem kezdett el zöldülni a táj, de már egy-két helyen látható, hogy a fák elkezdtek rügyezni. Ez ilyenkor tök jó érzéssel tölt el. Ja, de ez a 10 fok, ez még nem jó. Pedig olyan kabát van rajtam, ami nem ereszti át a szelet. De attól függetlenül fázom. De mondjuk a hátamat, hogy most melegíti a nap, azt meg érzem, hogy jó. Jó leszakadtál, haver. Nem merem úgy szúrni neki, ahogy szoktam, mert ugye most már nem ismerem az utat. Fel lett durva. De kurva hideg van. Alig várom, hogy letegyem a motort, basszátok meg, szétfagytam. Ó,
idegen. Pedig már érzem azt a tipikus illatot, tudjátok, amit tavasszal szokott érezni az ember. Az már megvan az orromban. Idén jó lenne már megcsinálni az indexét a motornak. Már megvettem hozzá az alkatrészt ugye, még tavaly. Tehát nem foglalkoztam vele. Meg ahogy érzem, eljött a kuklunglomellák cseréjének az ideje is. Néha, mintha megcsúszna egy kicsit. Mondjuk ez hozzátartozik, hogy még az eredeti van benne, ami a gyárban kijött, azok a kuplung tárcsák vannak benne. Az meg már nem új, így azt beláthatjuk. Ennek az őzek. Ohohohoho, ideges! Még az az üzemanyag van benne, amit tavaly nyáron tankoltam bele. Érdekes módon nem rohadt bele még. Százas üzemanyag. Az talán egy kicsit javít az esélyein. De hogy a legjobb üzemanyag is, basszátok meg már E5. Szóval nincs kimondottan már százas üzemanyag. Hiába százas oktán számú, de csak fel van ütve 5%-nyi alkohollal. Mi a faszom, etanol vagy mi valami vagy, etanol, alkohol, valamelyik, mit tudom én. Nem vagyok egy nagy üzemanyag szakértő. We'll be right back.
Itt most gyorsított felvételt láthattatok. Nem 60-nal mentem a bicikli úton, hanem felgyorsítottam a felvételt, a kilométer mérőre meg nem jó mér. Jaj, de jó. Na gyerekek. De jót mentünk. Ja, jó esett. Ki is jöttek a könnyeim. De nem attól, mert annyira romantikus volt a helyzet, hanem mert kifújta a hideg a szememet, pedig elég szépen süt a nap, de már most így 4:45-5 fele nem sok ereje van. De egyébként ja, jó a téma. Ja, de jól esett.